Az idei szüreti fesztivál legnagyobb fellépője Soltész Rezső volt. A koncertje előtt beszélgettünk vele. A szüreti fesztivál szombati napjának sztár fellépője Soltész Rezső volt. Nagyon sokan vártak rá, tömött sorokban álltak a közönség tagjai. Az énekessel fellépése előtt beszélgettünk az elmúlt évtizedekről, karrieréről, a jelenről és persze a szoboszlói koncertről. Igazából ez, én úgy gondolom, hogy egy ilyen rendezvényre, meg egyáltalán amiket én énekelek, azok klasszikus lágerek. Tehát olyan dalokat, amiket a közönség ismer. Ezek mind dallamos művek, amik gondolom, amik az én pályafutásom során születtek, és amik ezek külföldiek és a magyarok, és van egy lemezem, amivel egy csomó olyan dalt énekeltem, amik ugyan külföldi ilyen jazzes lágerek, de azokat újra hangszereltük, és az, ami a műsorba került. Meg hát én úgy gondolom, hogy én egy slágerénekes vagyok. Hát a szólyhangos azért meghatározta az én pályámat. És ez önmagában véve szerintem majd így kiderül, hogy ilyen siker lesz. Elárulom, nagy siker volt. Olyannyira, hogy bár a koncertidő a végéhez ért, a közönség nem engedte le a színpadról. Ki ne ismerné a Szóljon hangosan az ének című slágert, ami 1981-ben robbant be a köztudatba. Azóta több generáció nőtt fel, a szám sikere azonban töretlen. Jövőre lesz 50 éve annak, hogy ő a színpadra lépett, és erre nagyon büszke. Szoktam vele viccelni, hogy egy kicsit segít a kor megítélésben, aki igaz volt, és Rezső 50, azért mégsem annyi, mint amennyi, és közben van benne igazság, mert a 68-as kimélytőd után onnan számítom én a professzionális működésemet, tehát zenekarokban és önállóan, és hát ez alatt, hát megszületett 17 nagy lemezem van, nem tudom, hogy hány kis lemez, ami született, külföldön is van, megjelent lemezem, jó néhány, a Németországban jelentek a lemezeim meg, és összeadtam, hogy hát, hogy kicsit fölkelnek itt, hogy 2,5 millió lemezem kelt el a világban. 1968-ban a Ki mit tud után megalakult a Korvina együttes, amelynek vezetője volt. 1972-ben részt vett a Táncdal Fesztiválon, 2000-ben pedig átvehette a Magyar Köztársaság elnökének aranyérmét, többek között példamutató kiváló művészi tevékenységéért. Mint mondja, ez már nem olyan világ, mint amilyen az évtizedekkel ezelőtti volt. Akkor napi szinten több fellépésnek tett eleget, de azért ma sincs oka panaszkodni, sőt, koncertjeinek száma egyre növekszik. Nem lehet hasonlítani ezt mondjuk a 80-as évekhez, amikor szerintem havonta ott 40-50 fellépésem, de hogy éves viszonylatban most is megközelíti a százat, ami ha számszerűséget nézünk, és most egyre több. Ennek persze az is van általában, hogy főleg az idősek napja, egy világnapja, már egy ilyen új népünnepé, az, ami egy kicsit úgy rám fókuszál, és azt kell mondjam egy kicsit szomorúan, hogy sajnos egyre kevesebben vagyunk. Sokan elbúcsúznak tőlünk az én korosztályban, az előttem lévő korosztályból, és hát így egyre több választás esik ránk a palettáról. De hát ezt én nem szomorúan mondom, ezt egy kicsit sajnálható szomorúan is, de ne úgy gondolom, hogy ez az életrendje. És én örülök annak, hogy énekelhetek akár az idősek világnapján is, meg akár ilyen körülmények között, ahol egy ilyen buli van. Tele van energiával, nincs sok ideje a pihenésre. Természetesen a terveiről is megkérdeztem. A közeljövőben tervez új lemezt vagy új számot kiadni? Igen, tervezek. De ennek az egésznek a megjelenítése, vagy a közönséghez való eljutása egy rendkívül furcsa helyzet, mert hát a rádiók nem játszanak magyar slágereket, illetve a mi generációnkat abszolút nem. Tehát úgy érzem, hogy teljesen mellőzve vagyunk. Leszállítom a Muzsika TV-t, vagy a Sláger TV-t, ahol nem is nem szívesen megyek el, mert sokszor olyan körülmények vannak, amiket nem nagyon mernék fölvállalni. És ezt folytott a Vitrai Tamásnak egy nagyszerű mondása, azt mondta, hogy az öreg kutya ne csinálja új kunsztot.
ez persze így nem igaz, de tehát nem akarok megújulni, meg modern slágereket csinálni, és sláger maga véve gyakorlatilag az én generációmnak szól, jó esetben 30-tól fölfelé. És a mostani, mondjuk így, hogy a mostani sztárok, azok pedig 30-tól lefelé rajongó tábornak szólnak, vagy énekelnek. Tehát én maradok annál a stílusnál, amit eddig is képviseltem, és énekelem azokat a slágereket, amiket a közönség nagy része énekel és szeret, és amin tulajdonképpen szocializálottunk az elmúlt században. A koncert végén egy születésnapi buliba is csöppentünk. Rita Balatonfüredről érkezett barátaival, akik minden korosztályból képviseltették magukat, hogy megünnepeljék a 40. születésnapját. Magánszálláshelyen töltöttek el 3 napot, és mindhárom este remekül érezték magukat. Mi is boldog születésnapot kívánunk, reméljük találkozunk a következőn is.